kicsit úgy gondoltuk, hogy leereszkedünk. És itt látszik egy profi, aki annyira letusolt lefelé jövet. Tehát úgy, hogy a motor nem működött, lefelé csúszott, és gyakorlatilag egy kicsit elázott, pedig hozzá kell tegyem, hogy porszáraz az egész, a patakokban is alig van víz. Mit, vette egy papucsot? Itt járt a Yeti. Alig, hogy megálltunk egy pillanatra, Taki birtokba vett egy völgyet, és kialakít egy kis parkot. Igazság szerint nem értem, hogy miért a legnagyobb sűrűbe találta ki ezt a tevékenységet, de jól áll neki. Egy vezeti kamera. És nem a műnyakunkat akarják levágni, csak a füvet. Hogy mondott patkányharcos? Azt hiszem, ez az út itt ér számunkra véget. Még az Y rágazásokban megállhatnál, mert három volt, tudáltam. Nem biztos, hogy párzó pár, lehet, hogy medve. Ebből úszás lesz. Kedves nézőink, itt láthatnak egy alacsony költségvetési túrát. Adott végig, és arról volt szó, hogy aszfalton nem. De vízen mehetünk. Gyakorlatilag véget ért a szárazföld, és kihajózunk a Dunán keresztül a tengerre. Csak azért eszem fel, hogy mindenki lássa, hogyha nem tudja, hogy mi az étlap, akkor ne rendelje meg. Mi azt hittük, hogy rendeltünk valami húsevest. Erre valami szörnyeteg mosolyog itt a tányérban. Nézd, micsoda fogai van. Ezen nem látszik még, de ez egy sátorhely. Mit csinálsz, Gyursz? Bucsi letámasztotta a motorját. És eszik. Mindig eszik.
immár másodszor próbálunk átjutni a hegyen, és most a benszülöttek félre nem érthető jelzésére akadtunk. Ez azt jelenti, hogy ne tovább. Elolvasod az SMS-t? Na, ott is szakad. Az igazság, hogy elfogyott a pénzünk, és arra gondoltunk, hogy a botont kiáll az út mellé, aztán sarcot szed. Utolsó szabadba töltött éjszakánkat a Maros partján fogjuk megejteni. Nem az ide, mit csinálsz? Na gyere! Ügyes vagy te! Botond kicsit behergelte magát, és késre esett a DR-nek. Ahol a víz lemegy, ott mi is. Szia, itt Grey Party van újra! Néhány kilométer válasz.
választja az abszolút céltól, az induláspontjától. Elmondhatjuk, hogy az expedíció sikeres volt. Expedíción célja az volt, hogy hasonlóan, mint Kolumbusz és Marco Polo, elindultunk keletre, és ellenőriztük, hogy a boltban megvásárolható térképek valóban tőlünk keletre fekvő területeknél körülbelül 1000 km-re egy nagy kékséget jelzett, már a neve az fekete volt, és megnéztük, hogy tényleg fekete a Fekete-tenger, megtaláltuk ezt a nagy vizet, tényleg a szárazföld véget ért, de elárulom mindenkinek, hogy nem fekete. Tehát aki azt hitte, hogy fekete, most már tudja, hogy nem fekete.